Mozdulj Nyíregyháza, Hornyák Enikő sportreferens. A vendégünk, aki hát most már mondhatjuk talán, hogy hazatér ide hozzánk minden egyes szezon kezdet elején. Ugye kezdődik lassan a tavaszi idény. El is hoztad a Mozdulj Nyíregyháza mozgás rendjét. Szerintem ennyi program még soha nem volt, ugye? Tehát így végignéztem, hogy egy A4-es oldal, de pici betűkkel. Minden napra 2, 4, 6, durván 8 aktivitás, mondjuk átlagosan? Igen, igen, fél évről fél évre sikerül bővülnünk, és fel is adjuk a leckét a kreatívosoknak, hogy hogyan férjünk el egy lapon. Én annak örülök, hogy nagyon sok helyszínünk van, hiszen idén már 24 helyszínen kínáljuk a mozgás lehetőségét, mert a Városi Stadionban is nyitottunk most már foglalkozásokat, hiszen ökölvívócsarnokban lesz apa-fia box, illetve a teniszcentrumban tenisz tavasztól kölyök tenisz, és így heti 43 foglalkozás biztosítja a nyíregyháziaknak a mozgás lehetőségét. A hét minden napján délelőtti foglalkozás ugye a szenioroknak, délután van ugye gyerekfoglalkozásaink, illetve korosztálytól függetlenül mindenféle aerob és anaerob mozgásokat kínálunk. És mindezt ingyenesen? Természetesen továbbra is ingyenesen. Ezúton is köszönjük az oktatóinknak, hogy továbbra is kitartanak mellettünk, hiszen azért ez több héten keresztül rendszeres elfoglaltságot jelent. Közel 30 oktatóval dolgozunk együtt, és továbbra is fenntartják mindig, hogy a mozdulj elsőbséget élvezést tudják biztosítani az órákat számunkra. Igen, mert most már van egy presztízse, azt gondolom, hogy ki van benne a Mozdulj Nyíregyháza programsorozatban. Van olyan, aki mondjuk minden nap részt vesz valamilyen aktivitáson, vagy legalább két naponta, tehát hétfőn mondjuk azt mondja délután elmegyek egy gerinctornára, kedden meg táncházba, vagy éppen amit választ? Ficő napon novemberben beszélgettünk több résztvevővel, és ők volt, aki azt mondta, hogy egy nap kettőt is be tud vállalni, hétfő délelőtt és mondjuk egy hétfő délután, de van, amikor másnap csak egy külterületire megyen, mert nem jön be a belvárosi tornatermekbe, mert ő mondjuk egy körzetbe lakik. Uh-huh. Ezért azt látjuk, hogy vannak olyan mozgástípusok, ami bevált valakinek, és heti többször is igénybe veszi, van, aki pedig nyitottabb is többféle mozgásformánkat is használja. Ezért is van például, hogy a gymstick is már heti kétszer van, mert túlterített kezdett lenni a tornaterem, ezért nyitottunk még újabb foglalkozásokat, illetve gerinc tornával 9 helyszínen vagyunk már jelen. Hát, hogy ez egy jó közösségi program is. Nem feltétlenül a mozgásért érdemes csak ellátogatni, hanem azt látom, már ilyen baráti társaságok is kialakultak? Igen, kezd a Mozdulj Nyíregyháza után életmóddá válni, tehát beépülni az embereknek a mindennapjaiba, és ennek nagyon örülünk, hogy ugye közösségformáló ereje van, kitartásban segít, ha a másik mellettem el is fáradt, akkor adok neki egy kis lendületet, segítem őt egy mosollyal. Én azt gondolom, hogy tényleg ez egy kicsit úgy a nyíregyházi jelleg, hogy sportos város vagyunk, de itt a nyíregyháziak megmozdulnak és bizonyítják számunkra hétről hétre, hogy van értelme szerveznünk és tényleg megmozdítanunk őket. Új rekord, ugye ez a sok lehetőség. Hány mozgásforma közül lehet választani? Tehát heti szinten 43 foglalkozásunk van, ez olyan 25-28 féle mozgásformát jelent, hiszen most új mozgásforma akár a box, akár a tenisz, vagy újra elérhető a családi korcsolya, kiegészülve gyerekeknek műkorcsolya oktatással, itt a sportcentrum oktatói tartják. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mindig a legszakképzettebb és tényleg olyan oktatók legyenek ott, akik mindemberileg, mint szakmailag ugye vállalják azt, hogy 20-30, de valahol 100 főnek is tartanak egy foglalkozást. Például az apa-fia boxot pont a Kovács Ricsit olimpiára felkészítő Nagy Lajosék fogják tartani, és azt gondoljuk így a versenysportot, élsportot közelhozni a szabadidősportban már picikorban egy olyan példát, mintát is tudunk adni, hogy reméljük, hogy a jövő generációja, jövő olimpikonjai akár egy ilyen Mozdulj Nyíregyháza foglalkozásról indulnak majd át. Hát ez egy óriási dolog, azt gondolom, legalábbis én gyerekként nagyon örültem volna annak, hogyha egy ilyen profi edző kezei közé kerülök, aki egyébként az olimpiára készíti fel a versenyzőit, de azt a boxot azért nem úgy kell elképzelni, ugye, hogy oda mennek és egymás püfölik, hanem gondolom homokzsák és a többi. Ez a mozgás alapjának az elsajátítása, és aki kicsit komolyabban gondolja, azt természetesen egyesületi keretekbe tudja majd folytatni. Készültök azért rengeteg gyerek programmal is. Én azt látom, hogy most picit előtérbe kerültek a kicsik, tehát a gyerekek. Nagyon sok új program van, ami hozzájuk kapcsolódik. Sok a program számuk, régen eddig ugye 3-4 foglalkozás van, most már 6-7 foglalkozásnál járunk, mert egy apa-fia box is most családinak veszük, vagy gyereknek, hogy ott egy családi tollasz, ott a családi asztali tenész, de lövészeten, meg a tekén is megjelentek már tehetséges fiatalok, akik elkezdtek versenyszerűen sportolni, tehát a szabadidősport kinőtte magát. Mi azt gondoljuk, hogy a családi programok által, illetve a szülőknek biztosítsuk azt, hogy iskola után el tudja vinni a gyereket, és egy 45 percet tudjon mozogni a gyermek ingyenesen, kipróbáljon minden többféle mozgást,
futásformát, vagy akár van preventív jellegű tornánk is, ami segít egy kicsit a luttal, vagy a gerinc problémák kezelésében. Szülőknek is szeretnénk ezzel segíteni, és reméljük, hogy elérhetjük azt, hogy nem csak sportos, hanem egészséges várossá is válunk, hiszen minél többet mozgunk, annál többet tudunk tenni az egészségünkért. És hát van zenés gyermektánc, aztán kölyök atlétika, prevenciós torna, ahogy említetted, a kicsiknek, gyerek fitness, kölyök tenisz, tehát nagyon sokféle gyerekprogram van. Tehát ami nem maradhat el, az a jó néhány nagy rendezvény. Rögtön az első, az március 7-én már fit nő nap. El lehet árulni, hogy kik lesznek a sztár vendégek idén? Hát szeretnénk minden évben, hogyha Katus Attila, Béres Alexandra, illetve Rubin Tréka itt lenne Nyíregyházán, velük már egyeztettünk, fognak jönni fit nőnapra is, illetve lesz majd ugye fit húsvétunk, illetve május 1-jénre tervezünk egy nagy rendezvényt, és reméljük, hogy június 1-jén a stadiont is meg tudjuk mutatni a nyíregyháziaknak, hogy milyen multifunkcionális létesítményünk lett, hiszen megújul a szabadidősport teljes központja, és oda is szeretnénk szervezni egy több generációs családi napot. Tavaly május 1-én első alkalommal volt Fitváros, aminek nagy sikere volt, ez folytatódik? Igen, idén is már előkészületek zajlanak, szervezzük a különböző élményelemeket, tehát most szerdára esik, azt gondoljuk, hogy még többen lesznek itthon, tehát ugye nem hosszú hétvége, mint tavaly, és nagyon reméljük, hogy így a plakátról ezeket az eseményeket a nyíregyháziak beírják a saját kis otthoni naptárukba, és kilátogatnak március 30-án majd az atlétikai centrumba a nyiszifutásra, hisz itt is nagyon sok élmény várja, kicsiket és nagyokat, utána pedig részt vesznek velünk a különböző rendezvényeken, akár a Fitváros, akár a Bringa Piknik, vagy reméljük majd egy fistadionnal zárjuk ezt a mozdulós fél évet. Hát ugye a nyár legbiztosabb jele általában a Bringa Piknik. Igen. Tehát azzal indulnak a jó idők. Ha már említetted a stadiont, sokat segíthet mondjuk egy-egy ilyen rendezvény lebonyolításában, hiszen ott lesz, ha jól tudom, külön terület, például ahol lehet tartani majd különböző mozgásformákat. Azért a stadion egy óriási nagy szabadtéri létesítménnyel fog rendelkezni. Ugye én most nem magáról a labdarúgó arénáról beszélek, hanem a körülötte lévő szabadidős területekről, mert polgármester úrnak kimondottan célja is volt, hogy ez a nyíregyháziaknak a örök emlék az, hogy a salakos pályán hány kört kellett futni, vagy fel le a lelátókon. Továbbra is ugye ez megmaradt, hiszen egy 630 méteres rekordtámpálya áll majd rendelkezésre mindenki számára. Ezen kívül lesznek óriási szabad területek, ott lesznek ugye a labdarúgó pályák, reméljük, hogy meg tudunk újítani, és a nyíregyháziak majd büszkék lesznek arra, hogy egy újabb, tényleg modern létesítményünk lesz, és akkor minden nap is akár ott fognak sportolni a legjobb körülmények között. Talán most már nem kell sokat várni majd erre a stadionra. Mikor indul a mozgásrend? Tehát gyakorlatilag az első foglalkozásokra mikortól lehet menni? Január 29-től indul a mozgásrendünk, és ugye nagyon sokan jelezték, hogy most már annyira apró betűs, te is, ahogy mondtad, maga a plakátunk, ezért január 29-én elindítjuk a weboldalunkat is. Uh-huh. Tehát akik mondjuk nincsenek fent közösségi oldalakon, mi azt javasoljuk, hogy a mozdulnyiregyháza.hu weboldalra lépjenek fel, itt tájékozódnak részletesen a programokról, az az adott foglalkozás kiknek szól, milyen célt szolgál, kik az oktatók, a helyszíneket is könnyebben megtalálhatják, illetve folyamatosan igyekszünk aktuális hírekkel tájékoztatni a oldalra látogatókat, aki pedig hírlevélre feliratkozik, azokat pedig direktbe, például iskolai rendezvény miatt elmarad egy foglalkozás, akkor kapja majd az e-mailt, hogyha feliratkozik a hírlevelünkre, de a fél év folyamán még nagyon sok extra dologgal szeretnénk bővíteni a weboldalt, tényleg javasoljuk, hogy érdemes felmenni és a mozdulnyiregyháza.hu oldalt követni majd. Egyébként azt látom, sokan kinyomtatják, felteszik akár a hűtőre, és akkor nézik, hogy mikor hol van, meg hát azt is pontosan tudják, hogy melyek azok a mozgásformák, ahová időben kell érkezni, mert esetleg szűkös lehet a tornaterem, a gerinctornáktól kezdve a jógán keresztül azért sokszor ugyanúgy mennek időben, legalábbis a törzsmag az már tudja, de a gymstick is ilyen volt. Ahogy említetted, ezért is lett most már ugye több alkalom. Hát jó munkát kívánunk nektek, nem fogtok unatkozni, azt gondolom. Köszönjük. Érdemes már most megkeresni. Egyébként a Facebookon megnézhető ez az órarend, le is tölthető, ki is nagyítható, ha valakinek kicsi a betű, mint nekünk, úgyhogy akár már ott is lehet böngészni. És a weboldalunk. És a weboldal január 29-től? Igen. Január 29-től. Köszönjük szépen, Enikő, hogy itt voltál. Azt gondolom, hogy elég sok rendezvényről beszélünk majd még, hiszen a sztár vendégek, amikor itt lesznek, illetve a nagyobb rendezvények előtt azért mindig szívesen látunk.